Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt az Online Főzőiskola második mai adása. Nevezetesen tatárbifteket fogunk csinálni itt együtt. Csinálni nem szép szó, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy tatárbifteket fogunk bekeverni. És beszéljünk először talán arról, hogy az ételt eredetileg bélszínből készítjük. Ő itt egy szép bélszín, így bemutatom. Ez egy másfél kilós darab, vesepecsenyének is szoktuk nevezni. Ez a következő előkészítést igényli. Ugye három részből áll maga a bélszín. Azt mondja, hogy fej, tor, potrok. Na jó, nem kell akkor a szemeket, ne. Szóval van neki egy fej, tényleg van neki egy fejrésze, van egy törzse, és van egy úgynevezett farok része. Ami a bélszín javákat, az egészben sült bélszínt, amiben szoktuk csinálni, az a bélszínnek a törzse. A fejéből, illetve a farkából, abból bélszín tokány, vagy tatárbisztek készül. Nézzük magát az előkészítést. Tehát, hogyha az ember készhez kap egy ekkora bélszín, és most majdnem azt mondtam, hogy szűzpecsenyét, mert ugye a szűzpecsenye teljesen így néz ki, csak az a sertésnél. Tehát, akkor még egy gondolat. Ugye van az állatnak a gerince. A gerincen két oldalt, a sertésnél ott a karaj, a marhánál pedig ott van a hátszín. És ami a sertésnél a karajon van szűzpecsenye, a marhánál a hátszínon van a bélszín. És akkor ez ő kellene. És nézzük akkor. Ugyanúgy, ahogy közben lehet, így szeretettel üdvözlöm, tehát ugyanúgy, hogy a szűzpecsenyénél is van egy vékony hártya, ugyanúgy ennél a bélszínnél is van. Ezt értelemszerűen villámgyorsan le kell kapni róla, lehetőség szerint minél kevesebb veszteséggel, mármint úgy, hogy minél kevesebb húst szedünk le. Fontos, hogy ez az egyik legdrágább nyesedék, következésképpen ezt mindenképpen tegyük félre. Elhasználhatjuk levesbe, alapléfőzéséhez, elhasználhatjuk, hogy tudom, dömiglász készítéshez. Tehát menjünk tovább. Akkor ezt a hártyát, tehát teljesen le kell szedni a húsról, és amíg én ezzel bíbelődöm, addig szeretném elmondani, hogy ez a tatárbisztek, ez valamikor ugye egy ilyen bizalmi étek volt. Ez azt jelenti, hogy borzasztóan meg kellett bízni a helyben, ahol ezt tettük, hiszen mégiscsak egy nyers húsról van szó. Aztán a magyar vendéglátás sajátossága, hogy ezt a bélszínt elkezdte a tatárbiszteket elkezdte hátszínból csinálni. A tisztességesebb vendéglátósok kiírták az étlapra, bélszínből ennyi a tatárbisztek, hátszínből annyi a tatárbisztek. Persze ez nem jelentette azt, sajnos, hogy aki vendég bélszínből rendelte az ételt, az valóban abból is kapta, és nem hátszínből, de ez már egy másik kérdés. Mára ez az egész odáig ment, miután a bélszín egy drága hús, hogy ma már marha combból, felsából, fehér pecsenyéből gond nélkül lehet készíteni, csak megfelelő helyen kell vásárolni hozzá. Na, tehát akkor maradjunk annyiban, ugye az a gazdaságos, ha minél kevesebbet vágunk le, de ugye a fejnél nem tudunk ennél kevesebbet levágni, ebből trükkös vendéglátós tud egyébként sztéket sütni, de ezt a részét most kerüljük. Tehát van egyszer nekünk egy fejrész, van nekünk egyszer egy farjokrész. Körülbelül itt levágom, és ebből lesznek majd az apró dolgok. Így néz ki akkor nekünk egy megtisztított szűzpecsenye, marha szűzpecsenye, vesepecsenye, azaz bélszín. Amikor mi annak idején tanultuk ezt a szakmát, egyféle marhahús volt, az sem mindig, és a következő volt a lényege, mustárral, borssal, minden esetben bepácoltuk a marhahúst, és utána eltettük olajba, és így tároltuk. Ezt most is gond nélkül megteszem. Annyi kiegészítés viszont szeretnék elmondani, hogy mára megjelentek rendkívül extra marhahúsok, vagyumarha és a társai. Ezeket nem kell bepácolni. El nem fogja rontani, de nem kell bepácolni.
Tehát ennyi az egész. A vendéglátásban elég nagy tételben érkezik be a bélszín, ott könnyű egy olyan edényt találni, vagy tepsit, amiben beletesszük. Annyi olajat öntünk rá, amennyi ellepi, és így a hűtőben 3-4 napig gond nélkül ez eltartható. Most én ezt, ehhez egy püspökkenyér formát találtam, ebbe egy ilyen bélszín tökéletesen belefér, erre olajat öntök, és már teszem is be a hűtőbe. Ezt az olajat egyébként nem kell úgy tekinteni, mint ami kidobásra kerül, hiszen ez az olaj majd még bőven használható sütéshez. Jó? Tehát maga a bélszín pácolásáról ennyit, illetve akkor még egyszer, tehát a nagyon extrákat nem kell bepácolni. Tehát a vagyumarhát, kóbemarhát, azoknak a bélszínjét nem kell pácolni, a többit egyébként tanácsos. Jó. És akkor ez megy a hűtőbe, 4-5 napig tökéletesen eláll. Nézzük magát a tatár bifsteket. Itt egy másodpercre deszkát cseréltem, és a következő a helyzet. Itt most nem akarok senkit élőben azzal untatni, ahogy a darálót összerakom, és elkezdek darálgatni. Nekünk volt a mélyhűtőben tatár bifstekhez való húsunk, úgyhogy ezt én már előre ledaráltam. Először szeretnék megmutatni mindenkinek egy olyan tálalást, ami a klasszikus vendéglátós tálalás. Ez úgy néz ki, hogy kimértem előre egy 15 dekás húspogácsát. Ezt leteszem a tányér közepére, kicsit kimélyítgettem a közepét, így, és már is beleütök a közepébe egy tojás sárgáján, sőt, akkor azt csináljuk is már így, hogy ezt az edényt kihasználjuk, most a fehérje nem kerül elhasználásra, így, megy bele akkor a tojás sárgája, reményeim szerint egyben marad, tökéletes, és körbe tesszük a fűszerekkel, azokkal a fűszerekkel, amiket a vendég majd saját maga bekever saját magának. Nézzük közben a késemet, azért letörölgetem, és menjünk a következő képpen. Általában díszítésképpen, meg hogy mégis valami formája legyen a dolognak, szoktunk vágni hagymából hagymakarikákat, ebből néhányat ráteszünk a tányérra, és ebbe kerülnek a díszítésnek, illetve nem a díszítésnek, bocsánat, ez maga a díszítés, ennél többen nem fogunk díszíteni, ebbe kerülnek a fűszerek. Jó. És ha már a hagymánál tartunk, bár akkor összevágom már ezt, hogy ne pazaroljak, tehát kerül a tatár bifsztekbe mindenképpen apróra vágott hagyma. Ezt itt nagyon gyorsan megpróbálom a lehető legfinomabbra vágni. Az se baj egyébként, ha nem elsőre vágjuk össze, hanem még egy párszor átmegyünk rajta. A lényeg, hogy itt valóban teljesen apró legyen, hiszen nem jó, amikor az ember egy finom húsnál ráharap mindenféle ilyen nagyobb darabokra. És ha nagyobb daraboknál tartunk, akkor beszéljünk egy mondatot arról, hogy tatár bifsztek késsel vágva vágódeszkán, vagy darálva. Na, a darabokról annyit szeretnék mondani, hogy van egy ragyogó húspépem, és közben ráharapok olyan apró húsdarabkákra, amik teljesen nyersek. Ez akkor fordul elő, hogyha vágom a húst vágódeszkán, és hiába vágom a lehető legügyesebben, mégis óhatatlanul maradnak benne darabok, és ez kiábrándító tud lenni. A másik gondolat, és talán ez még fontosabb, hogy egy vágódeszkának, tehát hogyha én elkezdem rajta vágni a húst, óhatatlanul is a vágódeszkából bele fognak kerülni darabok, vagy belepréselek magába a vágódeszkába darabot. Nem higiénikus. Sokkal higiénikusabb az, hogyha én fogom magam, ledarálom a húst, adott esetben kétszer, és úgy készítek egy nagyon finom hús pástétomot, tulajdonképpen nevezzük így. Itt még annyit teszek, hogy a fűszerekből, ugye mellé dobálok minden, nézzük, mik kerülnek ehhez az ételhez. Kell hozzá só, kell hozzá vöröshagyma, piros paprika, bors, mindenképpen jár hozzá egy pici mustár, így, illetve jár hozzá ketchup. Ezek azok a fűszerek, amikkel az ember bekeveri, illetve az asztalon mindenkinél ott van Worcester vagy Worcester szósz. Értelemszerűen ezt nem fogjuk tányéron most kitálalni, hiszen szanaszét folyik.
de Worcestershire-t is kell majd mindenkinek adni hozzá, hogy beletegye. Na, és akkor jöjjön az, hogy egy kis darab vajat még a tányérra teszünk, így, és gyakorlatilag maga a tatárbisztek tálalása az maximum, ennyi még tehetünk rá, az csak itt van nekem, akkor áttesszük a vajat, átcsoportosítjuk egy oldalra, és ide még teszünk egy nagyon pici csípőset, hogy csípős nélkül nem élet az élet. Jó. És gyakorlatilag, csak úgy körben végignézem, a vendéglátós tatárbisztek tálalás az nagyjából így néz ki tehát. Akkor itt mutatom, hogy ugye hagymakarikák, körbetettük a fűszerekkel, kész. És ebből a vendég maga bekeveri az ételét. Aki még nem kevert ilyen ételt magának otthon, vagy vendéglőben, a következőt kell tenni. A díszítésnek használt hagymaharikákat, azt le kell róla dobálni, és utána a fűszerekből annyit kell oda tenni mindenkinek magának, amennyit szeretne. Tehát ha valaki kevesebb ketchup-el szereti, vagy kevesebb most értem szerint úgy. És úgy kell keverni, hogy a felszolgáló mindig ad egy kanalat, meg egy villát. És gyakorlatilag a kanálon elmorzsoljuk ezt a, tehát nem elmorzsoljuk a húst, hanem a kanálon kezdjük el krémesre keverni a húst a fűszerekkel. Tehát ez így néz ki. Ez egy kényelmes 5-10 perces művelet, amíg az ember itt magának ezt összerakja, és utána kedvére elfalatozza, de ez egy szertartás. Tehát érdemes ezzel, tehát úgy kalkulálni, hogy az ember rendel egy ilyet, már ahol ma még egyáltalán ne adnak ilyet, és akkor szép kényelmesen, komótosan egy bekevergeti, közben tesz hozzá egy kis Worcestert, mert azt mondja, hogy az üvegből mégiscsak egy picit hozzátesz, és akkor egyszer csak így lesz neki egy hibátlan, de nagyokat nyelek, egy hibátlan tatár bisztekje. Tehát ez az étel lényege, hogy akkor így bekevergeti magának. Most nézzünk egy másik változatot, ezt most csak félreteszem, ezt csak szerettem volna megmutatni. Nézzünk egy másik változatot, hogy hogy keverjük be a tatár bifteket, amikor úgy szeretnénk tálalni, hogy már eleve készen van. Ugye nézzük, ez itt pontosan 90 deka hús volt, kimértem, ennyi volt épp a mélyhűtőnkbe, illetve hát levettük be ezt a darabot. Tehát ez 90 deka darált bélszín, ami lehet hátszín is, lehet marhat szomb is, és az nem baj, hogyha ezt előre pácoltuk. Nézzük, hogy a 90 dekához mennyi és milyen fűszert adunk hozzá. Kerüljön bele először só. A 90 deka hús az majdnem 1 kiló, és azt szoktuk mondani, hogy 1 kilóhoz egy csapott tevőkanál sót teszünk. Ezért majdnem egy csapott tevőkanál sót, de inkább egy picit kevesebbet beleteszünk, jó? Sózni még utána lehet, elvenni belőle már nem. Tehát só benne van. Nézzük. Tegyünk egy kiskanálnyi, pupozott kiskanálnyi mustárt, ez ugye egy fél evőkanálnyinak felel meg. Tegyünk bele egy fél evőkanálnyi ketchupöt. Ez már is ugye az édes és a savanykás ízt ugye egyensúlyba hoztuk azzal, hogy mind a kettőből kb. Egyforma mennyiség van benne. Tegyünk hozzá egy kis kanálnyi piros paprikát, így. Tegyünk bele egy fél, de nem is kell egy fél, inkább egy negyed mokkáskanál, illetve egy negyed kis kanál, ami egy fél mokkáskanál borsot. Dobjunk bele egy nagyon pici csípőset, ez egy ilyen csapott mokkáskanálnyi, vagy inkább fél mokkáskanálnyi. Jó? És ami még nem került bele, mindenképpen kell hozzá tennünk a vajat, amivel eldolgozzuk. Ehhez a mennyiséghez egy ilyen 5 dekányit javasolnék én, körülbelül így. Tegyünk bele, hát most az, hogy mennyi tojás sárgáját, 3-at, 4-et, 2-t, ez megint ízlés dolga. Én most azt hiszem, hogy beledobok 2-t, és szerintem az nekünk itt elég lesz. És fontos, ha így bekevertük a tatárbiszteket, utána teljesen simogassuk le a tálban, öntsünk rá olajat, azt szigeteli, és utána forpakkal letakarjuk, és hűtőben ez 2-3 napig tökéletesen el van, nem kell vele csinálni semmit, csak tálalás előtt azt az olajat leöntjük róla, és viszontlátásra. Tehát ennyi. Jó. Tehát benne van a két tojássárga.
Ami nem került bele, ugye az egy hagyma. Én azért fogok vágni itt egy, hát mondjuk úgy, hogy egy közepes fej hagymát külön, hogy lehessen látni a mennyiséget, hogy mennyi kerül bele. És csak úgy szemlélem itt magamban, hogy egy dolgot még kihagytam, teszünk bele egy kevés Worcestert, ez mondjuk nyugodtan lehet egy ilyen kis kanálnyi mennyiség. Így. És ebből nekünk garantáltan lesz egy tökéletes tatár bifsztekünk, amit értemszerűen megkóstolok, és ha hiány van valaminek, azt még akkor pótolni fogom. Na, akkor ezt most a lehető legapróbbra vágom. És már is akkor megy. Közben, ha valaki ezt élőben velem csinálná, akkor már piríthatja ugye a kenyérszeleteket, hiszen úgy kell fogyasztani, hogy rádobjuk, pirítósra rákenjük, és így fogyasztjuk. Amikor még fiatalok voltunk, akkor emlékszem, hogy egy tatárbisztekhez irgalmatlan sok kenyeret megettünk, mert hogy nem volt pénzünk, ugye csóródiákok voltunk. Ma már az van, hogy azért ritkán eszem én is tatárbiszteket, de ha eszem, akkor lényegesen kenyesebb kenyérrel és jó sok húsival. Na, nézzük. Szerintem ennyi hagyma elég, és lehet, hogy azt fogom mondani, sőt, nézzük meg úgy, hogy ha bárki követ, akkor könnyebb legyen dolgozni. Mondjuk azt, hogy ez két evőkanálnyi apróra vágott vörös hagyma. És meglátjuk, hogy ezzel mennyire lesz finom. Jó? Én ezt ide fölteszem, ezt az edénykét, leöblítem a kezemet, és elkezdjük összedolgozni. Jó? Egy fél perc szürelmet kérek szépen. Jó? És akkor nézzünk neki egy utolsó kóstolát. Mi majd természetesen egybe fogjuk dolgozni egyébként azt a tányért ételt is, ugye, amit félretettem, és itt mindent egybe fogunk dolgozni, és csinálunk egy jó nagy tatárt, meg egy jó nagy ebédet, már én nagyon éhes vagyok. Pillanat, lemosom a kanalamat és kóstolok. De gyakorlatilag ennyi. A videóban vissza fogom nézni, hogy pontosan a 90-nek a húshoz mennyi fűszert tettem, és a receptet így fogom közreadni. Tatárbiszek tortát tessék csinálni, írja Lehel. Ez azt jelenti, hogy ő is húsevő. Na kérem, tehát a tatárbisztek így tökéletes, tegye meg mindenki, pirítost, hegyeket csináljanak hozzá, kenjék rá a tatárbiszteket, és tökéletes, finom ebédjük van. Aki velem tartott délben 11-kor, és megcsinálta a kelkáposzta főzeléket frekkennel, megebédelte, akkor a tatárbiszteket nyomkodja le, tegye rá olajat, tegye be a hűtőbe, és vacsorára tökéletes lesz egy kis pirítóssal. Én ezzel kívánok önöknek szép békés hétvégét, szép napokat. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a jövő héten, ugye ünnep van, mégis halottak napja, egy hét szünetet tartunk, itt a kedves látogatóknak is engedélyezünk egy hét szünetet, és akkor utána visszatérünk folyt köv, de a jövő héten akkor méltóság teljes ünneplés, szép békés hetet, vigyázzanak magukra, és köszönöm, hogy itt voltak.